Mint minden más az életünkben és a világban, a hónapok nevei szintén pogány eredetűek, és összefüggnek az emberiség hitrendszerével, azzal a pogány, illetve hedonista felfogással, amit a világ túlnyomó többsége képvisel, illetve amit az uralkodó úgymond elit képvisel. Ebben a videóban februárral fogunk foglalkozni, úgyhogy nézzük meg és kezdjük el a Wikipédián a február bejegyzésnél. Február, régiesen februárius, az év második hónapja a Gergely naptárban, szabályos években 28 nap, szök években 29 napos. Ugye háromszor már volt a történelem során, hogy február 30 napos volt. Amit még megtalálunk itt, és érdekes számunkra az az, hogy január és február volt az utolsó két hónap, amit hozzáadtak a római naptárhoz, mivel az ókori rómaiaknál a téli időszak eredetileg nem kapott hónapokat február egyébként a nevét Februusról, a megtisztulás, vagy Februus, római istenéről kapta, illetve a hozzá kapcsolódó februa ünnepről, amit később meg fogunk nézni, amely február 15-én zajlott, erről már volt korábban szó a Valentin nappal kapcsolatban. De természetesen az úgynevezett farsang szintén egy februári szokás, ami ugyancsak egy pogány ünnep, ami bámulatság lakoma és dorbézolással jár. Egyelőre maradjunk meg a név eredeténél, és ez buvárinfo.hu, ahol azt olvashatjuk, hogy a február elnevezés eredete az még az antik rómaiakhoz vezet vissza, ugye a februárius kifejezésből ered, és Ovidius római naptárából tudjuk, hogy az esztendő második hónapjában levő jeles napok közül számos a megtisztuláshoz kötődő. Ezek természetesen a pogány ünnepek miatt voltak szükségesek, ezek a megtisztulások, hiszen az emberek gyakorlatilag végig dorbézolták az egész évet. Ez volt a jellemző a római társadalomra, ugyanúgy, ahogy ez jellemző a mai társadalomra, ki semmi mással nem foglalkozik, csak magával. Így az előző hónapok vigasságai miatt szükség is volt a testi-lelki megtisztulása, és az ilyen szertartásokhoz használt anyagok gyűjtőneve a februa volt, vagy mások szerint a februm, mint tisztulás, és ez vált a hónap nevévé később. Hogy mennyire a vallás határozza meg az életünket, az nagyszerűen látszik ebből a táblázatból, ahol a régi magyar nevei vannak felsorolva a hónapoknak. Február az ugye Böjt előhava, Böjt az a pogány hagyomány, ugye, amit a katolikusok folytatnak illetve át átvette sok más más vallás is, egyébként az iszlámban is megtalálható a Böjt. Böjt előhavának hívják, utána pedig a Böjt más hava következik március, de az összes többi hónap neve a régi magyar hagyományban mind-mind a kereszténységhez, illetve a katolikus egyházhoz kötődik. Ez pedig magyarrovás.hu oldal, ahol februárról így írnak, ugye jégbontó vagy hava régiesen februárius, a nevét Februszról, a megtisztulás római istenéről kapta, akinek tiszteletére a EHO 15-én tartották a Dies februatus, az élőkre nézve tisztító, halottakra nézve pedig engesztelő ünnepségeket, a Palatinus papjai Febrummal szia verdesték a férjes asszonyokat, mert hitük szerint ez áldás hozott a házasságra, illetve a férjezet leneket, hogy megtisztítsák őket. Erről szó volt korábbi videókban, akit érdekel meg tudja nézni. A február eredetileg hiányzott a régi 10 hónapos római évből, és Numa Pompilius függesztette azt hozzá, ez az egyetlen hónap, aminek napszáma változik, és szökői esetén 29 napos lesz, ezt ugye mindenki gondolom, észrevette már. Gondoltam megmutatok még egy forrást, ez a magyar családtörténet kutató Egyesület. Február bejegyzés. Ugye a hónap neve latinul Februárius, vagy februári a birtokos eset a régi jelentése szerint tisztuló és engesztelő ünnep február hónapja, régi magyar neve bőjtelő hava, télutó másodhó gyertyaszentelő hónap halak hava. De hát, hogyha valaki meg akarja tudni az igazságot, akkor mindenképp el kell látogatni a katolikus.hu lexikon oldalára, és ugye itt február bőjtelő hava bejegyzésnél láthatjuk azt, hogy latinul februare, megtisztít szóval ered, a Julián és a Gregorián naptár második hónapja nevét egy ókori tisztulási szertartásról nyerte, ami gyakorlatilag egy pogályheronista hagyomány. A Faunus volt az Isten ennek, és 28, amúgy pedig 29 napos a szökő évben. Ha már itt tartunk, akkor térjünk is át, és nézzük meg, hogy ki is ez a Faunus, római istenség, akiről, illetve akinek az ünnepéről február kapta a nevét. Ez szintén a magyar katolikus lexikon. Faunus, a jóakaró, a rómaiak és itáliak egyik legrégibb, legnépszerűbb istene, a görög pán megfelelője. Szóval, ha már a pogányságnál tartunk és a hedonista hagyományoknál, akkor nézzük meg, hogy mit találunk még Faunusról. A görög hatása több néven is tisztelték, ugye Incubus volt az egyik a népét szerint és ő kedvét lelte abban, hogy az erdők csendjében ijeszgesse az embereket, sőt gonosz álmokat küldjön rájuk. Ez egy jó akaró, legnépszerűbb istenségről van szó. Fátusz a jósatokat adó, Innus a nyájak szaporítója. Ünnepét a faunáliát 12. hó 5. én ülték a mezőn, kecskebakot tejet és bort áldoztak, mulatoztak. A Lupercus farkas kergető nyáj őre volt, szentélye a Lupercal, a Palatinus dom barlangja. Ugye erről volt szó a korábbi videóban, ami a hónapokat taglalta. Lupercal, ez ugye a barlang és Lupercus volt maga az istenség. Az ő ünnepe egyébként február 15 ez az, ami Valentin napként ünnepel a világ ma. Az ünnep neve Lupercale Szekrom vagy Lupercalia. Farsang, illetve a Valentin nap ezzel kapcsolatos. Nézzük meg, hogy mi is ez a szokás. Kecskéket és juhokat áldoztak, véres áldozati késsel két ifjú homlokát megérintették, tejbe mártott gyapjúval letörölték. Közben az ifjaknak nevetniük kellett. Az áldozati lakoma után két papi testület 24 tagja a Luperkuszok, a feláldozott állatok bőrét szíjakra hasították, és ezt öltve magukra bejárták a várost, a férjes asszonyok eléjük járultak, és szívesen verették magukat a szíjakkal, mert hitük szerint ez megáldotta a házasságukat és megtisztította őket. Ha már a pogányságról van szó. Ez szíjaknak a februáre tisztít, kiengesztel szóból februm, a napnak dies februatus, a hónapnak pedig februárius lett, illetve volt a neve. Párja a, volt a hasonló tulajdonság a felruházott Fauna, Fatua és Luperca. Ugye ez itt Faunusról beszél. Ha már előkerült, akkor nézzük meg Pánt, a görög mitológiában ismert kecske szarvú, lábú és farkú istenséget, akinek kedvencei a kecske és birkapásztorok, de a halászok, vadászok is az ő védelmét élvezik. Szoros kapcsolatot tart fenn a nimfákkal, táncol, énekel, játszik velük, jellegzetes hangszere a pán síp, melyel gyakran ábrázolják együtt. Ugye pán egyfajta hibrid, ami ma történik a világban, amire azt mondják az emberek, hogy mekkora nagy dolog, hogy ez egy újdonság, ugye ahogyan Salamon is írja, nincs új a nap alatt. Ha már pánról van szó, akkor itt van néhány kép, ahogyan pánt ábrázolják. Van itt egy-kettő, ami nem feltétlenül gyermekeknek, de Ugye ami igaz, az igaz, úgyhogy ez itt mind-mind pán, különböző formában így jelenik meg. Mindenféle mitológiai elemek kapcsolódnak pánhoz, akit érdekel, elolvashatja ez a Wikipédia pán bejegyzés, különböző szeretői, ugye a görög és a római mitológia tele van istenségekkel, úgyhogy ezt itt megtalálja, akit érdekel hogy Pán és a görög mitológia mennyire átjárja az életünket, illetve az egész világot gyakorlatilag arra halára egy nagyszerű példa, illetve epizód. Pán a Nílusban fürdött, és ekkor megijesztette Tüfón. Félelmében hallá akart változni Pán, de csak az alsó testelet hal, a felső kecske maradt, és ugye meghalt, az égre helyezték, és ebből született meg a bak csillagkék. Mivel, hogyha belemegyünk abba, hogy ki volt Pán, akkor vége hossza nem lesz ennek az egésznek. Még annyit elárulnék, ez ugye a, az angol nyelvi bejegyzés a Pánról, hogy a természet, a vad, a pásztorok, a nyáj, illetve a hegységeknek volt ő az istensége, de általában valamilyen szexuális formában, vagy a szexualitással kapcsolatban jelenik meg, illetve ilyen hangulata van. Pánt gyakorlatilag egy faunnak, vagy pedig egy szatírnak hívhatnánk, innen ugye a római neve Faunus, a görög pedig Pán, innen ered a szatír kifejezés. Aki ugye a nőket valamilyen formában el akarja csábítani általában szexuális célra. Mint ahogy ugye a mai primitív társadalom régen a görög, illetve a római szintén hajlott egy idő után a homoszexualitás felé, és ez nem volt idegen pántól sem, ilyen jelleggel is megjelent, mivel február hónap volt az ő hónapja, ugye az év vége, illetve az új év kezdete, a tavasz kezdete így kapcsolódik a termékenységhez szintén. Akit érdekel, még annyit hozzátenik, hogy a pánik kifejezés az ebből a szóból ered. Ez pedig a mac.osk.hu weboldal faunus bejegyzés, a jó akaró ugye a faveo szóból, egyik legrégibb és legnépszerűbb Itália, különösen római isten, a mezőn és erdőben legelő nyájak istenek itt hasonló tulajdonságai miatt a görög pán istennel azonosítottak. Pán ugye, mint a nyájak szaporítójának, innus a neve, vagy Innos, valamint pán, úgy faunus is kedvét lehet -e abban, hogy az embereket az erdő csendjében ijeszgesse, sőt gonosz álmokat is küldött rájuk, ezért incubus is a neve egyik kiváló vonása, hogy jósatokat ad, ezért erdős vidékeken egy feláldozat júnak a bőrére feküdtek, és ő álomban hangokkal és képekkel jövendőlt. Ez tulajdonképpen össze is foglalja mindazt, amiről a pogányság szól, különböző rituálék, és aztán az azokhoz fűződő szokások. Ostobábnál ostobább dolgok, és ez az, amit a világ továbbra is követ, illetve csinál ez az, amit láthatunk a filmekben, ez az, amit tanítanak a gyerekeknek, ez a szokásaink, az ünnepeink, mind-mind a régi pogány és heronista hagyományoknak a továbbélése napjainkban. Innen egy másik neve, ugye a jövendőlésből, Fatus, vagy Fatuellos, és a pragmatizáló római történetírók szerint Picusnak fia Saturnus unokája volt, nő vette Marika ninfát, és tőle származott Latinus, király. Hogy mennyire nagyszerű példakép Faunus, a görög hatás alatt a római nép több Faunusról beszélt, kik az erdőkön és hegyekben nimfákkal űzik déva játékaikat. Mint a nyáj őrének, Lupercus a neve, farkas kergető, a szentélye a Lupercal, ugye ez a barlang, Palatinus híres barlangja, Róma talaján a legrégibb szentélyek egyike volt. A Tiberis terület szigetén is kapott templomot, melynek februárius 13-ára esett véletlenül a felavatási napja, pontosan Valentin nap előtti nap. Ünnepét Romulus és Rémus honosították meg, ennek Lupercalis Secrum vagy Lupercalia volt a neve, és február 15-én tartották Valentin nap utáni nap. Ezután olvashatjuk ugyanazt a történetet, feláldozták a, a borjút, aztán sziat hasítottak belőle, és azzal ütötték az embereket a városban, ugyanis az ő hitük szerint ez megáldotta a házasságot, és megtisztította őket. Ez az oldal pedig thought.co, és arról az a kérdés ugye, hogy honnan kapta a február hónap a nevét, és azt mondja, hogy ez a hónap az ostorok, illetve a tisztaságnak a hónapja. Itt láthatjuk egyébként azt a Luperkália szertartást, amiről már szó volt, amikor is ugye a feláldozott állatoknak a bőréből szíjat készítettek, és a nőket ezzel ütötték. Ez az, amiről későbbiekben olvasni fogunk a szokásokról, illetve amit már Valentinnap kapcsán megbeszéltünk. A februm szóból ered ugye a február kifejezés, és a februm az Censorinus szerint bármi, ami megtisztít vagy szenté idézőjebe az ő gondolkodás módjuk szerint szenté tesz, és februamenta menta pedig azok a rítusok, amelyekkel az emberek megtisztították magukat, valamint azok az eszközök, amikkel tisztították magukat, az ő hitük szerint az februa, és innen származik a február kifejezés, ugyanis a pogányok, a görögök, rómaiak és előttük az összes többi a, erre az időszakra tették azokat a szokásaikat és hagyományaikat, melyelők megtisztították magukat a hiedelmeik szerint. Ez a pogány hiedelem hogy ezekkel a rítusokkal meg tudnak tisztulni. Ez az, ami összekapcsolja az összes ünnepet ebben a hónapban, ezért lett február a neve ebből ered. Egyébként Faunus Isten, aki egyébként Pán volt, Pánt meg fogjuk nézni egy kicsit később, az ő ünnepe a Lupercalia, és erről is szó volt már Valentin nap kapcsán, de a későbbiekben is szó lesz erről. Itt úgy írják le a Lupercalia fesztivált, hogy mesztelen papok, Mindenféle rituálékat hajtottak végre annak érdekében, hogy megtisztítsák magukat. Ugye olvastunk már arról, hogy a feláldozott állatoknak a bőréből szíjat készítek, ezzel ütötték az embereket annak érdekében, hogy termékenységet érjenek el. Ez a Lupercalia Fesztivál egyébként varró szerint, aki egy történetíró volt, szintén másnéven februációnak hívták, ami a tisztaságnak a fesztiválja vagy ünnepe és a Róma városát volt hivatott tisztává tenni. Sensorinus szerint azonban a Lupercalia fesztivál helyesebb elnevezése Februátus lett volna, ami annyit tesz, mint hogy megtisztított, és innen ered az a kifejezés Február, ami a mi második hónapunknak a nevét adja. Parentália fesztivál kapcsán később meg fogjuk nézni azt, hogy ez a hónap szintén hivatott volt a halottakra, illetve az ő szellemeikre emlékezni, és ezzel kapcsolatos hagyományok is kialakultak, melyek a halottak, illetve az élők kapcsolatát ápolták volna, ezt tették volna jobbá, és az együttműködésüket segítették. Ezen kívül Terminus istenségnek is a hónapja volt, ő egy tökéletes istenség, aki a határvonalak, illetve a határoknak az istene, és akár szó szerint, akár átvitt értelemben is. Akár csak nekünk ma, az ősi rómaiaknak is majdnem mindenre volt egyfajta ünnepük, és majdnem minden istennek volt egy napja, és majdnem mindennek volt egy istene. Februárnak Februus volt az istene, és erről innen kapta a nevét február, de egyébként ugye láthatjuk az előbb, hogy a tisztaság, a megtisztulás szintén erről a szótőről ered, és februus a halál, illetve a megtisztulásnak volt az istensége, de fauna vagy faunussal azonos, illetve ő nem más, mint pán a korábbi mitológiából. Februália, mint fesztivál egyébként Vesta istennővel is kapcsolatba hozható, hasonló volt a Kelta Brigid. Ez aki szintén egyfajta pogányistenség. Egyébként február másodika, Juno februa ünnepe volt. Ő volt ugye Marsnak az anyja. És ez az egész nagy káosz valamilyen formában a tisztaságot volt, illetve a megtisztulást, a szentévállást lett volna hivatott előidézni a pogányoknál. A megtisztulás ünnepe, melyet a katolikusok Szűz Mária emlékére ünnepelnek, valószínűleg a februália szokásból ered, mint ahogyan a katolikusok, illetve a keresztények összes többi ünnepe, ez is egy pogány hedonista szertartás. Aki egy modern pogány, mint ugye a világ túlnyomó többsége, az ma szintén meg tudja ünnepelni a februáliát, egyszerűen Ugye az a mondás, hogy ki a régit és be az újat, ez a tavaszi megtisztulás, tisztítókúrák, ezek mind-mind erről szólnak, a tavaszi megtisztulási kúra, meg ezek a mit tudom amik az emberek csinálnak, ez mind visszavezethető a februáliához, csak ma, ugye a tudomány, a média, és a szórakoztatóipar más módon terjeszti el. Ezeket az emberek ugye nincsenek tisztában azzal, hogy mit csinálnak egyrészt, másrészt nem is érdekli őket, így az, ez a hozzáállás, ez mind-mind innen ered. Ha már itt tartunk, villámgyorsan nézzük meg definitions.net február bejegyzést, ahol azt olvashatjuk, hogy februália vagy februáció a római tisztítási, szertartás és rituálénak az ünnepe volt, ami később beolvat a lupercalia fesztiválba. Ez nem más, mint ugye a tavaszi nagy takarítás, amikor ugye mindent az ember kitakarít, ahogy az előbbiekben arról már szó volt. Februáre a latin szó egyébként egy etruszk eredetű szóból eredmely megtisztulást jelent, vagy kitisztítást, és a római hónap Februarius, az pedig a februá-februáció fesztiválról kapta a nevét, amely a hónap 13. vagy 15. napján, ugye ez a Idesz, a hónapnak a közepe, ekkor ünnepelték. A római istenség Februz volt az, aki megjelenítette ezt a, ezt a megtisztulást, és az ő ünnepe volt tulajdonképpen ez az egész nagy káosz. Ez pedig már Sophia's Children weboldala, ez valami baszorkány, de végül is a lényeg az, hogy mi az információ. Arról ír, hogy az az ünnep, amit ma úgy hívunk, hogy Valentin nap, annak a gyökerei visszamennek a római februárban ünnepelt Luper Káliához, erről is volt már szó, ami a nagy anya istennő Júno tiszteletére rendezték, és ekkor Júno februa, illetve Luper ünnepén az ünnepsorozattal, a megtisztulást, az egészséget, a fény, a nap visszatérését ünnepelték mind szó szerint, mind pedig átvitt értelemben, ugyanis ez lett volna az év utolsó, hónapja ez az, amikor a tavasz kezdődik, ennek az ünnepe volt februárban. Ebben a hónapban az emberek elvégezték a tavaszi nagytakarítást, mindentől megszabadultak, amire nem volt szükségük, és tulajdonképpen az, az év átfordult a régi az újba, ugyanúgy, ahogy Juno a két arcú februárban megtisztulás, ez volt a lényeg. Egyébként a rómaiak, mint mindig, ekkor is zabolázatlan ünnepléssel, evéssel, színházzal, illetve különböző erkölcslen és szexuális jellegű tevékenységekkel emlékeztek meg erről. Ezek a tevékenységek a mai Valentin nap előfutárai, de egyébként vannak utalások arra, hogy időszámításunk előtt 2000 évvel már a perzsák a szeretet napját ünnepelték február közepén, illetve hát ebben az időszakban. Minden, ami a termékenységgel kapcsolatos, az ekkor megjelent ezekben a fesztiválokban, ugyanúgy, ahogyan a megtisztulás, illetve a váltás az óból az új felé az élet és a halál. Ahogy a Valentin nap kapcsán megemlítettük már, ez később keresztényé vált ez az ünnep, és Bálint vagy Szent Valentin ünnepévé vált. Ez pedig Wikipedia februárius bejegyzés, ahol arról olvashatunk, hogy Romulus volt az, aki ezt a hónapot beiktatta a naptárba, illetve ezt a nevet, mivel ugye a római év mindössze 10 hónapból át, és a tényleg nem voltak hónapjai. februárius. egyébként a megtisztulással kapcsolatos hónap, erről már olvastunk, és a februm szóból ered, ami ezt is jelenti. A legtöbb ünnep, illetve rituálé, a halottakkal, illetve a dolgoknak a lezárásával foglalkozik, és ugye az év befejezését ilyen formában, jeleníti meg. Hiszen február a régi naptár szerint, ugye 46 előtt, időszámításunk szerint 46 előtt az év utolsó hónapja volt, és ez után mozították el az év végét, illetve az év elejét márciusról a mostani december és január közé. Ezért február volt az év utolsó hónapja, így ezek a hagyományok. Az egyik fesztivál a Parentalia volt, ami egy kilenc napos fesztivál, és az ősöket, illetve a halottakat volt hivatott ünnepelni. Ezek után pedig a Terminália nevű fesztivál következett, ami a rituálékat foglalta össze, melyek a, a különböző határoló kövekkel voltak kapcsolatban, és ez pedig reprezentálta ugye februárt, mint az év végét, ezért úgy, mint a határa az évnek február hónapnak az istensége egyébként Neptún vagy Neptunusz volt. Ha esetleg valakit érdekel, a római naptárban egyébként a hónapoknak nem voltak napjai megszámozva, hanem három részre osztották a hónapokat, és az egyes részek részektől számoltak visszafelé, hogy hány nap van még addig a részig. Attól függően, hogy milyen hosszú volt egy hónap, volt egy úgynevezett nonesz, ha jól mondom, ez az 5-e vagy a hetedikének felel meg, és akkor onna számolták a napokat visszafelé, hogy meddig van még, mennyi van még vissza. Volt az Idesz, illetve a kalendz. Az Idesz, ugye a 13. vagy 15. napja volt a hónapnak, kalendz pedig már a következő hónapnak az első napja, és így ez a három periódus volt az, ami követte egymást a hónapokon belül, és így számoltak visszafelé hogy elérjék ezeket a pontokat. Kettő darab ünnepe volt februárnak, az egyik ezek közül az Amborbium, a másik pedig a Forna Kália. Amborbium egyébként városi kört jelent, ugye körbejárni a várost, ez egy tisztító szertartás volt, ami egy római fesztivál, ahol különböző állatokat áldoztak, és hogyha megnézzük a Forna Káliát, akkor látjuk, hogy Mindkét ünnep február hónapban zajlott, Forna hália azonban elhúzódott egészen a következő hónap elejéig, így egybeért gyakorlatilag a következő ünneppel. Február tehát egy mozgalmas hónap volt, Forna hália egyébként Fornax. Istenség nevéből kapta a nevét, és ez az idézőjelvetett istennő volt a sütőnek az istennője, és a farmerek, vagyis a földművesek hozzá imádkoztak annak érdekében, hogy a hőmérsékletet megfelelően szabályozza, annak érdekében, hogy a termés nagyszerű legyen. Forna Kália utolsó napja a Kirinália volt, ez szintén egy ünnep, ugye ez már márciusra lógott át, és ez a bolondok ünnepe volt. Különböző régiókra volt oszva a birodalom, és minden régió vezetője bejelentette, hogy mikor lesz pontosan az ünnep ott. Aki nem tudta, hogy mikor lesz ez az ünnep, az oda csatlakozott, ahova éppen eszébe jutott. Később azonban már ilyen régiók nem számítottak különösebben abban, hogy ki melyik helyen vett részt ezekben a pogány, illetve hedonista ünnepekben. Még az is kiderül, hogy Forna Kália valószínűleg egy 9 napos ünnep volt, és ugye ennek a lezárása volt a bolondoknak az ünnepe. Parentália szintén februárban volt, és ez az elhunyt rokonoknak az ünnepe volt, ahol az ősi halottakat tisztelték. A rómaiak február 13-án kezdődött. Ez egy családi vagy ilyen, ilyen házi ünnep volt, de egyébként a római állam szintén megemlékezett erről, és ez ugye Februárnak az idesz időpontjában kezdődött ami február közepe a 13-a. Ovidius úgy írja le az ünnepet, hogy búzát, sót, vagy borbászott kenyeret vittek a sírokhoz, annak érdekében, hogy erősítsék azt a köteléket, ami a halottak, illetve az élők között van. Úgy gondolták, hogy létezik egyfajta kötelesség az élőknek, a halottak felé, a halottaknak az élők felé, illetve egymásnak a védelme is fontos. Február 21-én fejeződött be Parentália ünnepe a Ferália Fesztivállal, és ez február 21-én éjfélkor pontosan, amikor is a családfők, illetve a családok. A, az elhunytaknak a gonosz, illetve pusztító aspektusát próbálták valamilyen szinten kordában tartani a különböző pogány rituáléikkal. Egyébként ez egy fajta ördögűzés volt. Eleinte itt arról ír ugye a videos, hogy először a halottakat, mint egy egységet, vagy úgy általánosságában véve tisztelték különösen azokat, amelyeket ők jóságosnak tartottak. Később azonban ahogy egyre jobban elfajult ez az egész, egyes halottak, kiválasztottak ebből, is, és isteni tulajdonságokkal ruházták fel őket, aztán már őket személyesen kezdték el imádni. Ekkor ennek a fesztiválnak az idején be voltak zárva a templomok, és nem volt az üzleti élet megengedve, egyáltalán valamint házasságot sem köthettek az emberek. Ez a parentália egyébként William Ward Fowler szerint gyakorlatilag a temetkezés rituáliának az évi megújulását jelképezte. Végül is a tudatlan emberiségnek teljesen mindegy, hogy mit csinál, csak azt ne kelljen csinálnia, amit a Teremtő mondott. Ezek nagyszerű-nagyszerű példák erre ilyen ostoba dolgokat kitalálni, ennyi, ennyiféle összehissza rituálét, és aztán az emberek hajlandóak ezt ismételni még mind a mai napig, mint Varsang, Valentinnap, Karácsony, Húsvét, egyszerűen hihetetlen. A halottakról megemlékeztek az ő születésnapjukon, a Dies Natalis alkalmakkor, ugye a Kalend, kalend Nones és az Ideshez viszonyítva, amikor is lámpát gyújtottak a sírjukon. Egy újabb februári ünnep a Terminália, ami Terminus római istenség, aki a határoknak az istene volt, az ő tiszteletére rendeztek. Az ő jelképe ugye minden, ami a határt jelölte, tehát akár a kerteknek, vagy a földterületeknek a határán elhelyezett kő vagy oszlop, ez mind-mind. Terminusnak az istenségnek volt a szobra, illetve emléke, úgyhogy a rómaiak akár csak ma a Pogányvilág nagy része gyakorlatilag mindent istenként tisztelt, és mindennek valamiféle isteni hatalmat tulajdonított. Az ünnep abból állt, ugye ez Jupiter Terminalis istenség tiszteletére: a terminália, hogy a határokon elhelyezkedő oszlopoknál azon emberek, akiknek a területei a határon csatlakoztak, azok összejöttek és kukoricát, mézet, bort, vagy pedig bárányt, illetve kismalacot áldoztak az Istenség tiszteletére, ezután pedig elénekeltek mindenféle dalokat az ő emlékére, illetve hogy imádatukat kifejezzék. Nyilvánosan a fesztivált ünnepelték a Laurentum felé vezető úton, a hatodik kilométer kőnél, illetve hát ugye Mérföld kőnél. Ez a fesztivál ugye Terminália egyébként az ó év utolsó napján volt kezdetben, ugye február volt az utolsó hónap, és ezzel ért volna véget az év, ugye megváltozott azután, és március elejéről átkerült december, illetve január közé, ezért ma már nem az év utolsó napja, de úgy, mint határ, vagy mint vég, mint terminus, ez lett volna az év utolsó napja, és ennek az ünnepe volt ez a Terminália Fesztivál. Igazából nem különbözik a régi római naptár a maitól, majdnem minden napra jut valamiféle ünnep, hogyha a katolikus egyházat vizsgáljuk, de akár a kereszténységet is, majdnem minden napra jut valamilyen pogányhagyomány, amit ők átmentettek az éjszázadok során. Persze a legtöbben csak a nagyobb pogány ünnepeket ismerik, mint a karácsony, vagy pedig a húsvét, de itt látható a régi február naptár, ahol folyamatosan valamiféle ünnep zajlik. Ha visszaugrunk Búvár akkor láthatjuk azt, hogy ugye a február, erről már volt szó, hogy a különböző tisztító szertartásokhoz használt anyagok gyűjtő neve februa, innen kapta a hónap a nevét. A második hónapunk régi magyar neve bőjt, előhava, ami a húsvét, ami az egyik legnagyobb pogány tradíció, előtti böjt közelettét jelzi, de akár arról is lehet szó, hogy a kamrában, fogyóban van az előző évi termés. Ha valaki nem biztos abban, hogy mi még mindig ezeket a pogány hagyományokat követjük, akkor annak a farsangot ajánlom a figyelmébe, ami mindig január 6-án vízkereszt napján kezdődik, és hamvazó szerdáig tart, ami a nagyböjt előtt 40 nappal van. A farsang, a böjt, az összes ünnep, amit ma nem csak Magyarország, hanem majd, hogy nem az egész világ ünnepel mind-mind pogány tradíciókon alapul. Láthattuk, hogy Rómában, a görög birodalomban, illetve az azt megőző összes birodalomban megvoltak ezek a tradíciók, mindet másként hívták, kicsit másként nézek ki, kicsit más istenséghez szól, azonban ugyanúgy élnek tovább mind a mai napig mint az összes többi hagyomány, amit a világ követ. Húsagyó kedd, egy mozgó ünnep, a farsang utolsó napja, idén ugye 2018. február 13-án lesz, nevét onnan kapta, hogy régen a másnapján, Hamazó szerdán, kezdődő 40 napos húsvéti böjt időszak teljes hústilalommal járt. Ugye emlékszünk arra, hogy február 13, február 14, február 15 mind ünnepnap volt Rómában is, ilyen vagy olyan módon ünnepelték, a lényeg az, hogy akkor is a tisztításról szólt meg most is. Hamazó szerda nevének eredete, az ős keresztények vezeklésként hamuval szórták be a fejüket. 12. századtól általános egyházi szertartássá vált a hamvaszkodás, és a templomban a Szent Barka elégetésével keletkezett hamuval egy kis jelet raktak az ember homlokára, és így megemlékeztek arról, hogy az ember porból lett és porrá lesz. Szászónak is tulajdonképpen egy a vége. Akár mennyire is igyekszik az ember keresni egy olyan ünnepet, fesztivált vagy hagyományt, amit ma a világ nagy része követ, amelyik nem valamiféle pogány, hedonista kultúrához kapcsolódik, nem nagyon fog találni hogy mikor esik le a tantusz az embereknek, azt nem tudom, valószínűleg soha egyébként nem fog a többségnek, de akár merre nézzünk, ugyanazok a karakterek vesznek körül bennünket, csak más-más néven szerepelnek. A márkák, amiket használunk, a csillagképek, az úgynevezett bolygók, csillagok nevei, a hétnapjai, a hónapok nevei, még az emberek nevei is visszavezethetők valamilyen pogány istenséghez és annak imádatához. Aki látja az összefüggéseket, az eljut az igazságig, és az egy nagyszerű érzés, mikor az ember úgy néz körül a világban, hogy érti azt. Egy biztos a reakciókból az pedig az, hogy ez nem sok embernek adatik meg. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halluja és halom.